Márciusban folytatódik. 50 éves elhasználódott csatornaszakaszt korszerűsít a vízmű a Monostorpályi úton. Hagymásvér, sült kolbász, toros káposzta. 18 csapat versenyzett a szombati derecskei csülök csatán. Újra megrendezték. Mackó Fesztivál várta a hétvégén az érdeklődőket a Nagyerdei Kultúrparkban. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója a Napszemle. Február 6-a vasárnap van. Már is jövünk a hétvége híreivel. A váratlan meghibásodások megelőzése érdekében tovább folytatódik a Monostorpályi úti szennyvíz csatorna korszerűsítése. A fejlesztés 200 métert érint, ahol felújítanak 6 aknaközt és kicserélnek 7 aknát is. A munkát a Debreceni Vízmű ZRT saját forrásból 22 millió forintból finanszírozza. A Monostorpályi úton a Main Road és az Ámos utcák közötti szakaszon korszerűsíti az itt futó 50 éves csatornát a Debreceni Vízmű ZRT. A vezeték előregedett és már a kockázatosnak minősül, ez indokolja a teljes felújítást. Ez a konzervgyári főgyűjtő egyik becsatlakozó csatornája. A fejlesztés nagy része már az elmúlt években megvalósult. A fennmaradó 200 méteres szakasz a negyedik, egyben utolsó üteme a korszerűsítésnek. Egy pilleléses technológiával kerül felújításra a csatorna szakasz, ami azt jelenti, hogy egy bélelő anyagot behúznak a csatornába, azoknak a bélelő anyagnak a szélei összekapcsolódnak, és ez kinyektálásra kerül a régi csatorna és az újonnan behúzott anyag között egy megszilárduló anyaggal, és tulajdonképpen ez fogja alkotni a csatornát. A szakaszon felújítanak 6 aknaközt, és kicserélnek 7 aknát is. Mindezt a szolgáltató saját forrásból, összesen 22 millió forintból végzi el. A kivitelezési tervek elkészültek, jelenleg a pályáztatás zajlik. A munka a tervek szerint márciusban kezdődik, és várhatóan néhány hétig tart. A Napszemlét Beke Évet tudósította. Véget ért az első februári oltási akció. Csütörtök délutántól szombat estig a megyében 10 helyszínen kaphattak vakcinát a jelentkezők. A debreceni és a berettyóújfalui kórházi oltóközpontok mellett 7 településen a járási vagy a kistérségi rendelőkben vehették fel az oltást a környéken élők. Emellett Nyírábrányban az országos mentőszolgálat támogatásával ismét ideiglenes oltópontot nyitottak. A jövő héten újra lesz oltási akció. Csütörtökön és pénteken délután, valamint szombaton egész nap regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehet a kijelölt oltóközpontokban a koronavírus elleni vakcinát felvenni. Az Orbán kormány lakhatási katasztrófa helyzetet okozott az egész országban, így Debrecenben is. Ezt állította a Jobbik szombati tájékoztatóján. A párt szerint új bérlakásprogramra van szükség, amit kormányváltás esetén megvalósítanak. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke úgy fogalmazott. A kormány egy nettó 133 ezer forintos minimálbérrel kampányol, míg egy átlagos vidéki nagyvárosban az albérleti díj ennél jóval magasabb. Arról pedig csak álmodozhat egy fiatal pályakezdő, hogy saját lakást vegyen. Salamon Gergő, a Jobbik regionális igazgatója és képviselőjelöltje hozzátette. Hajdú-Biharban egy helyi fiatalnak ahhoz, hogy megvásároljon egy 50 négyzetméteres lakást, legalább 10 évi fizetését kell félretennie. Mindketten hangsúlyozták, hogy a Jobbik és az Egységben Magyarországért egy olyan állami hátterű országos bérlakásprogramot valósítana meg kormányváltás esetén, ami megfizethető, vagyis a mostani árak maximum feléért biztosítana bérleményeket. Kolbász, hurka és más disznótoros finomságok. Újra csülökcsatát tartottak szombaton Derecskén. A programot ezúttal új helyszínen, a tavaly átadott Makkai János téren rendezték, ahová több százan kilátogattak, hogy megkóstolják az ízletes fogásokat. Perzselés után letisztították és fel is dolgozták a malac minden részét. Töltés után sült a kolbász és főtt a toros káposzta a derecskei disznótoron, ízletesebbnél ízletesebb ételek szerepeltek a kínálatban. Ami disznótorkos szokásos, minden fogást elkészítünk a mai nap folyamán, és mindegyiket a derecskei hagyományoknak megfelelően. Tehát reggel, ahogy szokásos a hagymásvér, azt, mint látszik is, már ki is osztottuk. A városban 13. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző rendezvényt, ahol a fiatalok is megismerhették a disznó feldolgozásának fortéjait. Idén 18 csapat vett részt a különböző főzőversenyeken, vagy ahogy itt hívják, a csülök csatán.
fontos számunkra a közösségépítés, és fontos az is, hogy egymás ízét megismerjük itt az elkövetkező időszakban. Határon túl is érkeztek testvértelepüléseink, és ők is megkóstoltatják az ő szájüzgésze szerint elkészült ételeket velünk. A derecskei disznótól tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt, idén viszont több százan is kilátogattak a város új főterén rendezett eseményre. Bizony van igény egy ilyen közösségi együttlétre. Örömmel látom azt, hogy Debrecen mellett a környékbeli települések is fejlődnek. Itt emlékeim szerint én sok időt töltöttem így gyerekkoromban Derecskén, és emlékszem, hogy itt azért egy jóval rosszabb minőségű közterület volt található, most pedig teljes mértékben megújult. A Derecskére látogatók a programon a busójárásból is ízelítőt kaphattak. Második alkalommal rendeztek Mackó Fesztivált a Nagyerdei Kultúrparkban. A rendezvény gyertyaszentelő boldogasszony és a Nemzetközi Medvenaphoz kötődik. A népi hiedelem úgy tartja, a medvék megjósolják, hogy közelege a tavasz, vagy maradnak a hideg téli napok. Tavaly elmaradt, idén viszont kétnapos Mackó Fesztivált tartottak a debreceni állatkertben. Az eseményen nem csak a medvejósló hiedelemmel ismerkedhettek meg az érdeklődők, hanem zoopedagógiai foglalkozásokon keresztül a medvefélék teljes családjáról és névrokonaikról is számos érdekességet hallhattak. A legnépszerűbb programelem a maci motívumos ceruzatartó készítése volt. A gyerekek most egy mézes cukrot tudtak készíteni, és ajándékba egy dörbi mackót is kaptak. A mackó hiedelmeket megbeszéltük reggel velük, ez mindig egy új ismeret, amivel bővülnek, hogy egyáltalán mit jelentenek ezek a népi hiedelmek. A népi hiedelem szerint, ha a medve kijön a barlangjából és nem látja meg az árnyékát, kinn marad, mert hamarosan vége a télnek. A kultúrpark örvös medvéje azonban a neki kikészített finomságok ellenére sem dugta ki az orrát, ellentétben névrokonukkal, a vörös macska medvékkel, akik azért kibújtak az odújukból. Itt egy picit csalunk a magyar hiedelmekkel, ugyanis nekünk barna medvénk nincsen, viszont egy örvös medvénk van, illetve még három faj, amit medvének mond a magyar nyelv. Ilyenek az ormányos medvék, a mosómedvék, illetve a vörös macska medvék. A Mackó Fesztiválról idén sem hiányozhatott a medvék kedvenc elesége sem. A gyerekek és felnőttek többféle mézet is megkóstolhattak. Az elmúlt 30 év legnagyobb gazdasági növekedése lehet a tavalyi. A 2021-es teljes évre 6,5-6,8%-os bővülés várható hazánkban, mondta Varga Mihály Debrecenben a Hajdúbihar megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján. A pénzügyminiszter előadásában hangsúlyozta, hogy idén is 5% feletti dinamikus magyar gazdasági növekedést várnak. A magyar gazdaság gyorsan vissza tudott állni a járvány előtti növekedési pályára, ezzel az unió élmezőnyében van, a kiskereskedelem és a fogyasztás pedig már elérte a 2019 előtti szintet, mondta Varga Mihály a megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján. A pénzügyminiszter a kilátásokról azt mondta, a gazdaságfejlesztés és a fogyasztás határozza meg a gazdasági növekedést 2022-ben, ami a gyors felugrás után idén bár csökken, de így is meghaladja majd az 5%-ot. A szaktárca vezetője szerint a tavalyi adat pedig várhatóan rendkívüli lesz. Azzal számolhatunk, hogy a harmadik negyedév 6% fölötti növekedése után a negyedik negyedév is egy jó adat lesz, és összességében a magyar gazdaság teljesítménye az jóval fölötte tud maradni az Európai Unió átlagának. 2021-ben 6,5-6,8 körül várjuk a éves növekedési adatot, ami az elmúlt 30 év legmagasabb gazdasági növekedési, éves növekedési adata lesz. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a gazdaság és a döntéshozók együttműködő képességét emelte ki beszédében. A járvány miatt újra kellett indítani a gazdaságot, amiben a kamara javaslatai is fontos szerepet játszottak. A vállalkozások előtt álló kihívások közül kiemelte a digitalizációt, a korszerű vezetői szemléletet, valamint a termelékenység, a hatékonyság és a nemzetközi beágyazottság növelését. Óriási kérdés lesz az értékláncokhoz való csatlakozás további erősítése. Ebben Debrecennek az esélyei hihetetlenül nagyok.
óriási piac fog ebben nyílni, és ebben be tud lépni. A Hajdú-Bihari Kereskedelmi és Iparkamara Sestina díjait is átadták a rendezvényen. Az elismerést Pap László Debrecen polgármestere, Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke, valamint a Richter Gedeon gyógyszeripari nagyvállalat kapta. A megyei top 100 gazdasági díjat pedig Szabó Péter, a Schaeffler csoporthoz tartozó debreceni csapátgyártó, FAG Magyarország Ipari Kft. Ügyvezetője vehette át. Folyamatosan javítják az úthibákat Debrecenben. A téli időszakban az úgynevezett hidegkátyúzással segítik a balesetmentes közlekedést. Az önkormányzat évente átlagosan 180-200 millió forintot fordít erre a célra. Az autószerelők azt javasolják, hogy a kátyúk okozta esetleges műszaki problémák miatt tavasszal érdemes átnézetni az autók futóművét. Tavaly áprilisban a Pesti utcán kezdődtek a nagy felületű aszfaltozások. A munkák célja az elöregedett aszfaltburkolatok cseréje, a közlekedés minőségének és biztonságának javítása volt. 2021-ben 600 millió forintból több mint 6 kilométert újítottak fel a városban. December közepén leálltak az aszfaltkeverő üzemek, ebben az időszakban az úthibákat hidegkátyúzással javítják ki. A téli hónapokban olyan speciális kötőanyagot használnak a szakemberek, aminek segítségével beletapad az aszfalt a kátyúba, így biztosítva az utakon a balesetmentes közlekedést. Ez persze csak ideiglenes megoldás, a tartós útjavítást március közepétől az aszfaltkeverő üzemek nyitását követően lehet elvégezni. Városunkban több mint 500 kilométer szilárdburkolatú úthálózat van, 4 útellenőr járja munkanapokon ezeket a debreceni utakat. Elsődleges feladata a tömegközlekedési és fépgyűjtő utaknak a rendben tartása. Amikor azok rendben vannak, utána tudunk menni a kisebb szervizutakra vagy lakótelepi utakra. Ha csapadékos az idő és este fagy, napközben pluszba megy a hőmérséklet, az jelentősen megrongálhatja az úthálózatot. Egy-egy nagyobb kátyú komoly károkat is okozhat az autókban. Hát a rugótörések azok szaporábbak, az biztos többet kapunk. Ebben az autószervizben azt mondták, a kátyúkat a rugók mellett a szilentblokkok is nehezen bírják, a gömfejek kotyogóssá válhatnak, és a talpas csapszegek, kormányösszekötők is javításra szorulhatnak. Az ilyen hibák kijavítása márkától függően akár több 10 000 forint lehet. Én azt mondom, hogy tavasszal egy-egy ilyen kátyús időszak után egy-egy komoly futóműhajtásra érdemes egy ilyen lézeres padra felállni és átnézni a dolgokat, megvizsgálni a futóműt, hogy nem hiányzik a rugóból egy kis darab, vagy gömbtámaszok hogy állnak, tehát nincs a kotyogósodás, mert addig futóműállítást nem is szabad végezni. Az önkormányzat tavaly 190 millió forintot költött kátyúzási munkákra, hogy idén mennyi jut erre még nem tudni, a városi közgyűlés várhatóan februárban dönt majd. Életbe lépett az élelmiszerárstop, áruszállító robotokat tesztel a DKV, és története legsikeresebb évét zárta a sportiskola. A hét fontosabb hírei következnek néhány mondatban. Életbe lépett az élelmiszerárstop. 2-7 alapvető termékára nem lehet magasabb, mint amennyiért azt tavaly október 15-én kínálták az üzletek. Egyes számítások szerint az intézkedéssel havonta akár több ezer forintot is spórolhatnak a családok. A befagyasztott árak május 1-jéig lesznek érvényben. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar ugrásszerű fejlődése érdekében eddig soha nem látott mértékű forrás biztosít a kormány, megteremtve ezzel a vidéki térségek gazdaságélénkítésének feltételeit. A vidékfejlesztési program aktuális lehetőségeiről, illetve pályázatokról tájékozódhattak szerdán a gazdálkodók egy Kismacson rendezett fórumon. Házhoz szállító robotokat tesztelnek majd Debrecenben, a projektet az Európai Innovációs és Technológiai Intézet hívta életre, ehhez csatlakozott a Civisváros. Debrecen feladata az infrastruktúrális és jogi kérdések, szabályozások feltárása és tesztelési helyszínek kiválasztása. A robotok várhatóan októberben érkeznek a városba. Története legeredményesebb évét zárta a debreceni sportcentrum sportiskola. A járványhelyzetre való tekintettel a megszokottnál szűkebb körben tartották meg a díjátadó gálát a Phoenix Arénában, ahol értékelték az elmúlt esztendőt. Az év sportolója Kozák Luca lett. Fontos győzelmet aratott és újabb 3 pontot szerzett a Loki labdarúgó csapata, miután győzni tudott a Fehérvár otthonában szombaton. A mérkőzés előtt a két csapat szurkolói egymásnak estek, őket a rendőröknek kellett szétválasztani. A pályán a kezdőrúgást követően fölényben játszottak a hazaiak. A 31. percben Petriák talált a Loki hálójába, de azt Les miatt érvénytelenítették.
10 perccel később viszont egy szögletet követően már megszerezte a vezetést a Fehérvár Alef fejesével. A DVSC azonban gyorsan megrázta magát, és Szécsi hatalmas lövésével egyenlített. A második félidőben pedig a 87. percben újra Szécsinek sikerült a labdát az ellenfél hálójába terelni. Így 2-1-es győzelemmel távozott a Loki Székesfehérvárról. Híreink után a várható időjárásról. Hétfőn többnyire felhős időre számíthatunk, napközben többször is előfordulhat kisebb eső. A szél időnként megélénkülhet. Hajnalban 3, napközben pedig 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Önök a vasárnapi napszemlét látták, riportjainkat a dehír.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!